Hasizmok alsó része. Lábemelés hajlított térdel a tolóckodón. Megmutatom neked a gyakorlatban, hogyan kell ezt a gyakorlatot elvégezni, és ha maradsz velem, akkor a végén mutatok neked majd egy trükköt, amivel sokkal hatásosabbá és a gerincet szempontjából biztonságosabbá is tudod tenni ezt a nagyon bevált gyakorlatot. Nézzük, hogyan. Felállsz a tolóckodóra, és néhány nagyon fontos alapszabály. A legfontosabb, hogy a gerincoszlopod és a combcsontod egy vonalba soha nem kerülhet. Soha. Az a hát alsó részére nagyon káros és nagyon fájdalmas. Tehát gerincoszlop és a combcsont között legalább egy 120-140 fokos szöget kell hagyni, és ezen a szögtartományon belül kell elmozdítanod a lábaidat, nem szabad soha kiegyenesíteni. Megfogod a függőleges részét, hasizmokat megfeszíted, térdeidre hajlítod, és a mellkasod felé emeled a lábad. És feszíted, feszíted, amennyire bír. És ahogy ígértem, a végén mutatok most neked valamit. Hogyha nem a függőleges részét fogod meg a tolózkodó állványnak, hanem belülre teszed a csuklód, és enyhén csak az ujjaiddal érinted meg a vízszintes fogantyúját, felső testeddel, hogyha előre dőlsz egy kicsit, akkor sokkal biztonságosabb lesz a derekadnak is, és sokkal intenzívebben fogod érezni a hasizom alsó részét. Így. Tehát előre vagyok hajolva egy kicsit, és nem engedem mélyre a lábom, tartom fönn, amennyire tudok, és rövid felső mozdulatokat végzek. Hogy lehet ebből a gyakorlatból még ennél is sokkal többet kihozni, azt meg tudom neked mutatni, hogyha megkeresel a videó alatti linken Facebook oldalamon, és együtt dolgozunk. Legyen nagyon masszív a hasad, és nagyon kajak. Sok sikert!